Sziasztok, Ádám vagyok, Amerikában élek, ez a kérdez, felelek, vagy válaszolok, reagálok kommentekre, nem tudom hányadik része. Először is elnézéseteket muszáj, hogy kérjem, hogy ilyen óriási szünetekkel voltak most videók. Mindig is hetente legalább egy videót szerettem volna csinálni, és igazából az, hogy most ilyen ritkává váltak a videók, ez nem jelenti azt, hogy mostantól ez a norma itt ezen a csatornán, hogy ez lett normális, nem. Ezután is vissza akarok állni rendes kerékvágásba, hetente egy videó legalább. A lényeg az az, hogy most ez sajnos csak így fordult. Voltak az életemben bizonyos események, amik miatt ez bekövetkezett, hogy ilyen ritkán volt videó. Most nem akarok azokba belemélyülni, csak annyit akarok mondani, hogy bocs. De tervezek több videót csinálni, hogy ne legyen itt ekkora hely kihagyás. Nem csak egy néző kérdezte már komment szekcióban, hogy e-mail címem van-e, kontaktusba lehet-e lépni velem mondjuk Facebookon, a Facebook nevem mi, vagy hogy találnak meg engem Facebookon emberek, hogy lehetek elérhető. És az a helyzet, hogy rohadt nagy a szél. Szóval a Facebook elérhetőséggel, meg e-mail cím, meg ilyenekre ez a válaszom, hogy a Facebookos elérhetőségben... Észrevettétek, hogy alig tudok ide figyelni? Az a helyzet, hogy én a Facebookot nem használom igazán semmire, azon kívül, hogy a hozzám legközelebb álló emberekkel kapcsolatot tartok, főleg a Messengeren egymásnak üzengetünk, hangüzenetbe szoktam szeretni üzengetni, igazából még pötyögni sem nagyon szeretek a telefonon. Nem szeretem használni a telefont, túl kicsi képernyő, én a laptopokon, komputerek képernyőjén nőttem föl. Szóval Facebookon nem vagyok elérhető kedves nézőim számára. E-mail címem azon elérhető vagyok, de hogyha ilyen videóhoz való hozzászólás lenne, vagy kérdések lennének, ezekhez nem ajánlom az e-mail címemet, mert nem fogom csak azért elolvasni hamarabb, vagy jobban odafigyelve valakinek az üzenetét, csak mert, hogy e-mailben írja. E-mailben, az e-maileket, csak azokat az e-maileket szoktam tényleg komolyabban venni, amik ilyen üzletajánlatok, ügyfélfelkeresés, illetve szponzoráció, együtt dolgozási ajánlat, vagy ilyesmi. És ezt nem azért mondom, hogy nagy képüsködjek, hogy én csak a szponzorok meg a pénzes emberekre figyelek oda, nem az, csak erre van az e-mail. Szó szerint csak arra van, hogy van az e-mail, a biznisz. És ha személyesebben akartok velem kommunikálni, akkor szó szerint erre van ez a YouTube meg az x.com komment szekciója. Szóval itt lehet mindent kommunikálni velem. Nézem az összes kommentet, és itt van ez a videó, bizonyítja azt, hogy figyelek a kommentjeidekre, és itt tudok nektek válaszolni. Gerard Steven 2135 kérdezte, hogy nem félek-e, hogy neki vezetem a drónomat valami vezetéknek, vagy ilyesmi. Nem nagyon szoktam annyira félni ettől, a szemüvegen keresztül eléggé élesen tudok látni mindent, nagyon jó ilyen HD, full HD felbontásom van, 1920x1080-as azt hiszem a felbontása, azt, amit én a szemüvegben látok, ezért teljesen elfogadható, és látok mindent elég jól. Szóval nem szokott gondot okozni semmilyen kábel most már. Eleinte amikor kísérletezgettem, akkor volt, hogy közel kerültem kábelekhez, de ez ilyen kis drónnal volt igazából ilyesmi. Mondjuk egyszer nagy drónnal is előfordult, aztán minden ilyen kis hibával az ember tanul. Szóval nem félek, és már nem szokott megtörténni. Nagyon kényelmes lett számomra a drón irányítás. Nagyon egyre könnyebben működik, csak ez ilyen durvább manőverekhez nem vagyok még hozzászokva, azokat is gyakorolnom kell. Néhányan kérdeztétek, hogy mi ez a zene a végén, a videóim végén mi ez a zene, és hogy hol találjátok meg ilyesmi. Az a helyzet, hogy mivel a YouTube jogvédettség miatt meg szokta ostorozni a youtubereket, és kikapcsolja a monetizáció lehetőségét egy ilyen jogvédettségért megcsapott videónál, ez miatt megfogadtam, hogy soha többé, mert már volt egy-két ilyen videó, és inkább fogom aztán megveszem a jogosságát, vagy jogát megveszem egy zenéhez.
és már azt hiszem, hogy már három vagy négy, vagy talán öt zenének, öt számnak a jogát megvettem, és ami zenét hallottok a videóimban, nem ami a rádióban jön nyilván, hanem amit bejátszok, annak mindegyikhez jogom van, és fizettem a jogért, és megvan a szerződése hozzá. Szóval, azért nem tudok nektek linket adni, vagy hát tudok linket adni, de azért hiába, mert nektek is fizetnetek kéne érte. Szóval ez egy ilyen dolog. Szóval a videóim végén mindig ilyen zene szól, videóim közepén is, elején is, akárhol, ahol a zenét találtok, jogvédett zene, és nekem jogom van használni, és pénzt csinálni rajta. Na, eljöttem egy ilyen kis városkának a szélére. Ez a város úgy hívják, hogy Loveland, Loveland, szeretett földje. Éltem itt is. 47 nickname kérdezte, hogy Ádám, ha lesz gyereked, megtanítod magyarul? Tudom, hogy egy nyomi kis nyelv, de a miénk magyar oké. Nem tudom, valószínűleg meg akarnám tanítani magyarul. Ugye a barátnőm anyanyelvétől is függ, hát nyilván most a Jalen a barátnőm, és ha vele tényleg minden jól megy, akkor ugye vele lenne gyerekem, és igazából ő is elkezdte a magyart tanulni, de a japánt is, nem tudom, szóval valószínűleg azért mindenképpen megtanítanék a gyerekemnek még egy nyelvet, nem csak az angolt, de nem akarnám, hogy csak egy nyelvet tudjon. Azt tudom, hogy elvileg azok, akiknek több mint egy nyelvük van, azok, akik több mint egy nyelven beszélnek, gyerekek, azoknak nagyobb az esélyük jól teljesíteni, és nagyobb sikert elérni mondjuk akadémiai környezetekben. És ez ugye nem csak arra utal, hogy akadémiailag ügyesebbek tudnak lenni, de ebből kifolyólag azért arra is utal, hogy valamilyen köze van az intelligenciához, vagy valamilyen köze van az intellektualitás, valamihez köze van ez a több nyelv tudása. Szerintem a nyelvnek eleve van egyfajta filter, vagy lencse hatása, hogy minden egyes nyelv, amin tud az ember beszélni, vagy amihez ért, annál több, szóval mindegyik nyelv egy újfajta nézőpontot tud adni az ember gondolkodásmódjának, vagy hogy mondjam. Szóval több dimenzió gondolkodásmódot ad, ha az ember több nyelven tud beszélni. Szóval mert már csak ez miatt szeretném, hogy persze, hogy beszéljen több mint egy nyelven a gyerekem, de mivel magyar vagyok, ezért persze gondolom, hogy magyarul is. Csak jó lenne, hogyha azért tudná valahol használni is ezt a második nyelvet, ne csak egy országban, Európában valahol. De ki tudja, lehet, hogy nem fog érdekelni engem, hogy ez csak egy ország Európában, lehet, hogy ez azért, mert anyanyelvem, ezért megtanítom neki. Vagy megtanítjuk neki, vagy nem tudom. Meg hát azért Magyarországra látogatáskor nagyon jól jönne az ilyen. Gyerekek amúgy is nagyon fogékonyak, gyorsan tanulnak. Lehet, hogy úgy is meg fogja tanulni, főleg, hogyha Magyarországra megyek sokszor, akkor a gyerekek általában ösztönösen elkezdik tanulni a környezetből a nyelvet, amit mindenki beszél. Zsolt Kuru 5419, szia Ádám, magyarul a gyerekekkel szoktatok otthon beszélni? Magyarországon merre laktál? Üdv Zsolt. Magyarországon Tata környékén laktam. Igen, otthon a Vincenttel és Heidivel már nem szoktunk magyarul beszélni, mikor nagyon kicsik voltak, 3-4 évesek, addig nyomadtuk, próbálkoztunk, aztán sajnos nehezen jutottak el nővéremék Magyarországra, a repülőjegy ára miatt is. De igazából a repülőjegy ára nekem nyaranként mondjuk olyan 1300-tól 1800-ig lehetett az ára a között régebben. Most már talán magasabb az ára, de ugye attól függ, hogy mikor megy az ember, nyáron szokott lenni a legdrágább, de viszont hogyha a nővérem próbál menni Magyarországra a kettő gyerekkel, akkor általában ilyen 3-4 ezer dollárba szokott neki kerülni. Szóval eléggé nehezen vitte haza a gyerekeket az eddig elmúlt 10 év alatt, mert ugye kb. Annyi idősek a gyerekek.
És ez miatt egyszerűen nem tudta tartani a nővérem az angollal, az angol tanulásukkal, nem tudta tartani az iramot a nővérem a magyar tanítással. És mi sem voltunk az olyan nagyon gyakran náluk, hogy mi egyfolytában nyomassuk a magyart. Meg sokszor az volt, hogy nem értették, amit mondunk, nem akartunk tökölni, egyszerűen csak át akartuk juttatni az infót. Aztán mondhatjuk azt, hogy lusták lettünk ilyen téren, de én nem mondom, ez nem lustaság, ez nagyobb kihívás, mint ahogy legtöbben gondolják. És aki Amerikában él, magyar ember, és itt született gyereke, az tudja, hogy mekkora kihívás ez, és az nem mindenkinek sikerül. Én viszont vagyok annyira fanatikus állat elvont, hogy valószínűleg én akkor is meg fogom tanítani a gyermekemnek a magyart, vagy valamit. Július 12-25, miért kellett bérelni autót? Lerobbant a tiéd, vagy mi volt az oka? Ez az autókölcsönzős videóban volt ez a komment, videó alatt volt az a komment. Sokan kérdezték, hogy mi a francnak béreltünk autót. Ez volt a legokosabb megoldás, nem akart a barátnőm strapálni a kocsiját. Ha valami gond lett volna, akkor simán leválthattuk a kocsit egy másik kocsira, ami meg is történt. Egyszerűen így volt legegyszerűbb, és ezt láttuk legészszerűbbnek. Szóval inkább kimélte a saját autóját, azt a kék Mazdát, Mazda 3-ast. Meg jó kaland volt megtapasztalni ezeket a másfajta autókat is, nem csak a saját autónkkal mentünk. Meg igazából több volt a hely a bérelt autóban is. Az volt talán a legnagyobb ok, amiért béreltünk autót. This No Pass Tour 2168. Milyen zenét szerettek? Nagyjából mindenfélét, a barátnőm ezt a lo-fi zenestílus szereti, lo-fi, így mondják angolul, magyarul nem tudom, hogy mondják. Ez ilyen hip-hopos, de ilyen lenyugtatott hip-hop, alig van benne szöveg, nincs benne szöveg igazából általában, és ilyen nyugis kis beatek vannak benne. Hip-hop stílusú beatek. Ezt a barátnőmnek talán az a kedvenc műfaja, szereti ő még a itt-ott a heavy metal talán. Meg ugye azért elhallgat mindenféle műfajból, de én mindenféle műfajt szeretek. De a kedvencem mostanában a hip-hop, mostanában nagyon-nagyon hallgatom a Wu-Tang Clan című hip-hop klánt, együttest. Aki ismeri, azt tudja, miről van szó. Imádom, hogy összekeverték az ázsiai, szóval kung fu harcművészetnek a feelingjét, a stílusát, meg a hangokat a régi kung fu filmekből belerakták a zenéjükbe. Egyszerűen a rap stílusuk is nagyon-nagyon jó. Ja. Amúgy igazából, hogy milyen zenét szeretek, hát említenem is kell igazából ilyenkor, hogy én Magyarországon kiskoromban megismertem a Gangsta együttes, Gangsta Zoli és a Kártelt megismertem bátyámon keresztül, aki 10 évvel idősebb nálam. Szerintem Amerikában talán nem csak azért, mert nagyon tetszett a zenéjük, hanem azért is, mert az otthonomra emlékeztetett, Magyarországra emlékeztetett. Én itt 10 éves koromtól a Gangstát nagyon sokat hallgattam, szóval egyik kedvencem volt, vagy talán még most is lenne, csak mostanában nem hallgatom őket annyiszor. Bár amikor valami lakásom belüli munka van, például le kell festeni valamit, falakat, vagy átrendezem a szobát, vagy nem tudom mi legyen, akkor általában a Jégre teszlek albumot szoktam hallgatni. Valahogy ez egy ilyen hagyománnyá vált, mert 13 éves vagy 14 éves koromban, amikor költöztünk, saját szobámat sorra került, hogy kifessem, akkor ilyen zöldre festettem ki kb. De akkor először így beraktam a Jégre teszleket, és festés alatt egész végig csak azt hallgattam. Aztán azóta így a szívemhez nőtt az a Jégre teszlek album, hogy olyan otthoni átrendezés, vagy lakás változtatás, alakítás, vagy nem tudom, hogy mondjam, az alatt mindig Jégre teszleket hallgatok. Mr. Maiko, tetszenek a videóid, köszi. Arról a témáról tudnál videót készíteni, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan látják az országukat, a világot az átlag amerikaiak?
hogy látják benne a saját szerepüket? Szerintem amerikaiak úgy látják a szerepüket, létüket ebben a, ezen a földön, hogy elég ilyen központi. Szóval majdnem, hogy a világ egyik központja Amerika, valahogy így érzik szerintem amerikaiak, és elég ilyen öncentrikus, nem öncentrikus, hanem ez a kontinens centrikusak, vagy hogy mondjam. És érdekes módon azért az a fajta rajongás, ami Amerika felé, Amerika iránt van, érdeklődés, érdekeltség, ami Amerika iránt van, Amerikán kívüliekben, Amerika felé, ezzel majdnem, hogy visszaigazolódik ez a megérzés, vagy ez a szempont, vagy hogy mondjam. Nem azt mondom, hogy például ti Amerikát szeretitek jobban, mint Magyarországot, vagy hogy jobban érdekeltitek át Amerika, mint a saját környezetetek. Nem ezt mondom, csak az, hogy tényleg a világon nagyon sokakat érdekli Amerika, téma Amerikáról, és ezt az amerikaiak szerintem egyrészt érzik, vagy talán régebben a médián keresztül véletlenül vagy direkt ezt az amerikai média így okozta? Nem tudom. Na mindegy. Igen, van egy kis ilyesmi ebbe. A legtöbb amerikai filmben azt látni, hogy a szereplők telefonálás vagy akár személyes találkozás elején és végén nem köszönnek, hanem csak lerakják a telót, vagy kisétálnak a házból. Itt azért nem köszönnek sokszor egymásnak emberek, mert bevallom, nem tudom miért, de most már bennem is kialakult egy dolog, hogy a francnak sincs kedve köszönni, valahogy ilyen üresnek érződik itt a köszönés. Bele tudok menni ebbe, hogy ez miért van így, talán egy másik alkalomkor, egy másik videóban, mert nagyon-nagyon mélyre tud ez menni, de igazából most a másik dolog, másik szempontból, amivel ezt meg akarom közelíteni, az hogy tényleg a filmekben miért lehet azt látni, hogy telefonáláskor se nem köszönnek el, és se nem köszönnek, amikor felveszik a telefont. De az történik a filmekben, hogy muszáj kivágni unalmas pillanatokat, ezért kialakult a filmiparban, hogy a legunalmasabb pillanatokat szó szerint vagy kivágják, vagy csak nem is rakják bele, és valahogy érti a nép, hogy az nincs ott. De igazából tudják, hogy valószínűleg köszöntek, csak mi ezt ebbe a film formájában, disztillált verzióban valahogy nem észleltük, valahogy nem jött ez át, és ez nem is baj, mert aki filmet néz, ki akar azt hallani, hogy aha, hát akkor találkozunk legközelebb, oké, köszi, jó, ciao, köszi szépen, és akkor lerakja. Szerintem a drámára mennek az emberek, a konfliktus megoldás paradigmát figyelik az emberek, nincs ez a, ilyen feleslegnek érződik ez, és szó szerint szakmailag ezt kihagyják a forgatókönyvírók, meg amikor a rendezők, ahogy csinálják ezeket a filmeket. Még egy kérdés. Itt Európa, ez még mindig Mr. Michael. Jó kis kérdések ezek. Még egy kérdés, itt Európában van egy közvélekedés, ami az átlag amerikait butának, idézőjelben butának, műveletlennek tartja, mert mondjuk nem tudják, hogy mi Németország vagy Ausztria fővárosa. Miért a véleményed? Köszönöm. Kedves Mr. Michael, nagyon jó kérdések ezek. Igen, igazából erről van egy elég ilyen van is elég erős véleményem erről. Úgy erős, hogy érdekesnek tartom ezt a témát. Én meg tudom érteni, hogy miért tartják Magyarországon, vagy sokan Európában az amerikaiakat butának, mert úgy tűnik, egyrészt lehet azt intelligenciának nevezni, vagy intelligencia jelének vélni, vagy okosság jelének vélni, hogy valaki tudja, hogy mi a nem tudom melyik országnak a fővárosa, meg annak az országnak a fővárosa, meg ez ország mellett melyik ország van, hogy ezeket lehet okosságnak vélni. Viszont az tény és való, hogy itt Amerikában sokkal alacsonyabb az iskolák által elvárt teljesítményi szint, vagy hogy mondjam. Például amikor én Magyarországra visszaköltöztem egy nem tudom mennyi időre Amerikából, 14-12-13 éves korom körül, nem tudom mikor volt már, csak egy évre vagy 6 hónapra, nem is tudom mi volt az, és iskolába jártam ott Magyarországon, akkor Magyarország nem fogadta el az amerikai, ahogy befejeztem itt Amerikában mondjuk a negyediket, ezért Magyarországon megint jártam a negyedikbe, és akkor visszajöttem Amerikába, akkor mentem az ötödikbe, aztán amikor visszamentem Magyarországra megint iskolába, akkor
nem fogadták el az ötödiket, ezért amerikai ötödiket, ezért mentem megint ötödikbe Magyarországon. Aztán amikor Amerikába visszajöttem, akkor mentem volna a hatodikba, ugye sorrendbe, de mivel látták, hogy már túl idős vagyok a hatodikhoz, ezért beraktak a hetedikbe. Szóval én soha nem jártam hatodikba. Soha. Viszont azt vettem észre, hogy azokat, amiket mondjuk negyedikbe tanultam Magyarországon, azokat megtaláltam azt hiszem vagy a ötödikben itt Amerikában, vagy a hetedikben is. Szóval nyilván akadémiailag előrébb vannak. Ezt így mondják? Akadémiailag? Szóval tanítás, oktatásilag előrébb van Európa, mint Amerika, de ennek bevallom, én úgy érzem, hogy van egy kis hátránya is. Úgy érzem, hogy kicsikét túlbombázzák a gyerekek tudatvilágát olyan felesleges információkkal, vagy nem is biztos, hogy feleslegesek ezek az információk, nem mondanám, hogy felesleges információ az, hogy tudni, hogy egy országnak mi a fővárosa, de azért ne vicceljünk már, végül is mit kezdesz azzal, hogy tudod, hogy mondjuk Ausztriának mi a fővárosa? Mit kezdünk ezzel? Én úgy érzem, hogy az, hogy tele van bombázva sok információval a gyerek tudatvilága az európai nehezebb oktatásrendszerben, ennek szerintem annyi a hátránya, hogy útban van ez a sok információ. Túl sokáig kell odafigyelnie a gyereknek ezekre a forszírozott, elkövetelt tanulmányokra, miközben én úgy gondolom, hogy a gyerekek szivacsok, és ösztönből tanulnak minden egyes percben. És igazából nem lenne arra feltétlenül szükség, hogy iskola rendszerbe bele erőltessük a gyerekeket, magunkat, hát mi is voltunk gyerekek, hogy megtanuljunk sok minden olyasmit eléggé kelekótya módon, mert nem az, hogy gyerek kelekótya, mert nem tanulja ügyesen meg, mert miért nem tanulja, mert az azt jelenti, hogy rossz tanuló. Én nem hiszek ebbe. Igazából eléggé radikálisan más nézőpontom van az egész oktatásrendszerek kapcsolatban, mint a hagyományos embernek, vagy a hagyományos nézőpontú embernek. Nem akarom, hogy félreértés essen. Szerintem valamiféle oktatási rendszerre szükség van mindenképpen, és vannak is ötleteim egy új verzióhoz. De azt akarom mondani, hogy a fegyelmet óriásian értékelem, de nem mindegy, milyen formában tanuljuk meg. Az iskola rendszerben nem azt tanuljuk, amit muszáj, hanem azt, hogy muszáj. Így szerintem fő részben arra képződünk, hogy legyünk a munkásosztály tagja. Innováció, új mód gondolkodás nehezen növekszik ilyenkor. Jose Tic Dominik 892. Igen, úgy olvastam, mert gőzöm sincs, hogy máshogy olvassam. Semmi baj a neveddel, csak nem tudom elolvasni. Ádám, van Instagramod? Nincsen. Illetve van, de egyáltalán köze sincsen ehhez a csatornához, és amúgy sincs kedvem hozzácsatolni ehhez a csatornához az Instagramomat. Gyula László 6582. Szia, szeretném megkérdezni, egészségügy, milyen ára van műtét? Én szeretném megkérdezni a kommentelők néhány százalékától, hogy miért van az, hogy valaki használ pontokat, meg vesszőket, van, aki meg nem. Miért van az, hogy valaki kihagyja például azt, hogy a, vagy ilyen szavak ki vannak hagyva? Nem értem. Ez Magyarországon szokás, vagy ez csak egy ilyen fajta műveletlenségnek a jele? Nem mondom azt, hogy Gyula László műveletlen, de ez sem félreértés, csak nem értem, hogy miért hagynak ilyen emberek. Szóval, ha beszél valaki, akkor megértem, hogy kiesnek szórészek, vagy nem tudom, szótagok, vagy ilyesmi, de hát az normális, mert az ember beszél, és így és úgy esik, ahogy puffan, de írásban nem értem, hogy hogyan. Na mindegy, nem lesz valásként mondom, csak nem értem. Ez magyar, szóval tőletek kérdezem, hogy ez sokszor előfordul, és ez miért van? Na mindegy. Milyen ára van a műtétnek, meg ilyenek? Itt nagyon drága az orvosság, drágák a műtétek nagyon. Valójában biztosító szokta fizetni ezeknek nagy részét, de vannak emberek, akik eladósodnak a váratlan vészhelyzeti műtétek miatt. Ismertem is egyet, autóbalesetben volt része, és csoda volt, hogy életben maradt, viszont talán élete végig azt hiszem több százezer dollárba volt eladósodott, szóval... Ja, de azt is lehet részletre fizetni, szóval az ember csak fizeti és fizeti éveken keresztül.
Hogy pontosan mi az ára, azt nem tudom. Az ilyesmiről valószínűleg külön videókat fogok csinálni, de sokkal-sokkal drágább műtétet kapni vagy Amerikában, mint Magyarországon. Viszont szóval az ember kevésbé stresszel a kórházban, kórházakban, mindenkinek megvan a saját szobája. Nem kell összezsúfoltan egymás mellett több betegnek egy szobában lenni, ez nem így megy, itt nem. Szóval kényelmesebb, többe kerül, de kényelmesebb is, valami ilyesmi. Azt is hozzátenném még azért, hogy az orvosok itt Amerikában általában talán figyelmesebbek, törődőbbek, és az ember egy kicsikét ilyen kellemesebb, nyugodtabbnak érezheti magát a kórházban, vagy orvosokkal szemben. Most hallottam én sztorikat Magyarországon, ahol az ember úgy érezte, hogy sietnek az orvosok, nem lehet velük végigbeszélni mindent. Valahogy kényelmetlenebb az egész kórházi vagy orvosi tapasztalat. Persze, hogy mindig vannak kivételek, nem azt mondom, hogy mindenki ilyen. Csak hallottam ilyesmit Magyarországról, és itt kevésbé hallottam ilyet. Sőt, itt általában jobbnak tűnik a helyzet. Talán egy más külön videó erről. Elkezdett esni az eső, viszont ez egy Osmo Action 4 kamera, ami bírja a vizet, víz alatt is tudna lenni, rajtam meg egy vízálló kabát van, szóval maradunk és folytatjuk. András Pakozdi 3663. A nagyobbik lányom van ebben a cipőben, amiben te is voltál. Keresi a helyét a világban. Mit javasolsz? Tegye meg azokat a dolgokat, amit a tudatad diktál? Én vajon hogyan tudnám ebben támogatni? Értem. Oké, okay, hát, szóval ez Amerikában hol éltem eddig, hol dolgoztam meg ilyenek. Hogy tudnád támogatni, hogyha idősebbik lányod esetleg külföldön folytatja az életét? Gondolom ez a kérdés. Egyszerre próbáld neki segíteni, elfogadtatni vele, ha nincs választás és nem tud hazamenni, és ott kell, hogy maradjon abba a külföldi országba. Próbáld vele megtanítatni, hogy fontos mégiscsak valahogy elfogadni ezt az új világot, és próbálni befogadni ezt az új világot, úgy, mintha a saját világa lenne. Nem azért, mert ez feltétlenül úgy van, mert ugye Amerika nem Magyarország számomra, de én nagyon sokat szenvedtem az miatt, hogy nem fogadtam el Amerikát. Én 25-27, nem tudom, talán itt most 29 éves koromra, most 35 vagyok, 29 éves körüli koromra kezdtem el úgy elfogadni Amerikát, hogy oké, ez az új otthonom, oké. Okay. És így tényleg ezt valahogy az otthonomként tekinteni. És ez nem ilyen dolog volt, hogy eddig direkt nem fogadtam el, hanem csak nem jöttem rá, hogy ez ekkora bibi lesz, de nagyon szar volt. Hogy ilyen kívülállóként annak éreztem magamat, és nem tudtam azonosulni itt az emberekkel, mert valahogy nem is nagyon engedtem magamnak, mert nem akartam, hogy elveszítsem Magyarországot magamból. És valahogy ilyen érzés, ilyen visszatartás érzés volt bennem. Ez miatt ilyen módon, hogy nem akartam, hogy elveszítsem Magyarországot, mert hogyha ezt elfogadom, ezt Amerikát, mint otthonomat, akkor Magyarországot elveszítem, vagy valami ilyesmi. És szerintem, ha támogatni akarod egy ilyesmi az egész helyzetben, akkor egy ilyen dolgot megmondani neki, hogy nem feltétlenül fogja elveszíteni Magyarországot, csak azért, mert az új világot elfogadja, mint otthonát. Asszimilálódjon, találja új barátokat ott, és legyen szociális élete mindenképpen, ne tagadja ki az amerikaiakat az életéből, mert én sokáig kitagadtam őket. És sokáig lenéztem őket, sokáig úgy voltam velük, hogy ilyen fura kultúrátok van, nekem ez nem kell, én a magyar kultúrát tartom jobbnak, és én csak azt szeretem. Csak az a probléma, hogy nem ott élek. És valahogy így, mintha kevésbé lett volna életem. Kevésbé éltem volna az életet. Mert tagadtam azt az életet, amit tudtam volna itt élni, mert ez a környezet nem az otthonom volt. Na, szóval találja meg magába, hogy kell elfogadni ezt az új helyet, úgy, mint otthonát. Attól függetlenül még Magyarország otthona tud maradni. Látogasson haza, amennyire csak tud, hogy ne halljon ki belőle ez a
otthonérzet, ami Magyarországgal kapcsolatos, és az a tanács még, hogy tartsa a kapcsolatot az otthoniakkal, rendszeresen legyen valami webkamerás hívás. Nem tudom, hogy ez mennyire segít, amit itt most mondtam, lehet, hogy ezt mind tudta. De ha ezt mind tudta, akkor nem is tudom, hogy kell-e több tanács, vagy ilyesmi, vagy javaslat, vagy valami ilyesmi, akkor lehet, hogy jól csinálja amúgy is. József Halász 65-76. Szutyok Amerikába, ki akar kit költözni? Néha szeretek elolvasni negatív kommenteket is. Nem tudom miért. Jókat nevetek rajtuk. Alien 663 kérdezi. Szeretném kérdezni, hogy láttál már Amerikában UFO-t? Láttam valamit, és nem tudom, hogy az UFO volt-e, mert csak egy ilyen ezüstszerű gömb, vagy ezüstszerű, hát ilyen domború volt a felülete, de nagyon-nagyon magasan volt, azt tudom, hogy a felhők fölött volt valahol. Hát, gyerek voltam, felnéztem, nappal volt, és ilyen ezüst gömbnek tűnt, de nem mozdult. És a felhők, ahogy mentek, így a felhő, szóval a gömb itt volt, én itt lent vagyok, és a felhő, a gömb és én közé jött a felhő, mert ment normálisan a felhő, és így egyszer csak eltakarta, aztán nem tudtam, hogy végül is az most mi volt, hőlégbalon lehetett, de nem tudom, hogy a hőlégbalonok mennek a felhők fölé, még mai napon nem tudom ezt. Na jó, ezüst gömbféle dolog volt. Az őzeknek eléggé szar a látásuk szerintem, mert itt van kettő őz, itt mászkálnak, néznek erre, hogy most mi van itt. Nem, már 1, 2, 3, 4, 5. 5 őz van itt. És oda nyúlnék a kamerához, hogy megfordítsam, de nem tudom, hogy oda tudok-e. Nagyon-nagyon néznek, hogy mi a picsa van itt. A szél felőlük fúj abba az irányba, és azért nem tudnak megszagolni, nem érzik a szagomat. Popson 444. Miért jártok külön autóval? Ezt többen is kérdeztétek. Ez a Amerikában egy havas napon videóban benne. De, ja. Azért járunk külön autóval, mert nem egy helyen lakunk a barátnőmmel. És ez miatt sokszor van az, hogy egy bizonyos helyen találkozunk, és onnantól mindenhova külön autóval megyünk, mert előbb-utóbb a végén nem akarunk visszamenni oda, ahol először találkoztunk, hanem egyenesen hozzám, vagy hozzá a lakásba megyünk. És így csak egyszerűen külön autóval maradtunk. Itt nem kerül annyiba a benzin, van egy videóm, ahol megmutatom, mennyibe kerül itt a benzin, nem kerül itt annyiba a benzin, és könnyebb megkeresni a pénzt amúgy is. Szóval itt nem akkora probléma, nem akkora költség itt az üzemanyag. Itt is drágul, de messze nem olyan nagy költség az üzemanyag, mint Magyarországon, ezt tuti. Pinter 1116 kérdezte. Szia Ádám, érdekelne, hogy tényleg a barátod-e egy szegezdi Szabolcs, aki szintén videókat tesz fel a YouTube-ra? És ha igen, akkor valóban az ő javaslatára kezdted el te is a videókat készíteni? Valóban így van. Szegezdi Szabolcs egyik legjobb barátom, és nem is tudom, hogy talán 15 éves lehettem? 15 éves lehettem, amikor őt megismertem. Majd erről beszámolok valami más szituációban, vagy videóban. Ennek egy történelme van, és őt 35 vagyok, szóval 20 éve ismerem a csávót. De én nem Magyarországon találkoztam vele először. Majd erről máskor beszélek, de ennek jó kis sztoria van. Valószínűleg csinálni fogok egy olyan videót ezen a csatornán, ahol elmesélem a filmes hátteremnek a történelmét, mert vannak nagyobb terveim, filmeket akarok csinálni, és
ezeket a filmkészítéseket el fogunk kezdeni most már nem sokára csinálni, de úgy, hogy forgatókönyveket megírva, ilyen rövid kis forgatókönyveket, rövid kis filmeket megcsinálva, és egy külön csatornára fogom ezeket felrakni. Amikor az elkezdődik, akkor ezt nektek meg fogom mutatni, viszont előzetesként fogok erről majd beszámolni nektek, mert nagyon-nagyon szorosan egybefűződik a kreatív életem, illetve a film karrierem, ahogy kialakult bennem az e felé való érdekeltség, és elkezdtem gyerekként, 10 éves korom fölött elkezdtem ezzel foglalkozni és videókat csinálgatni, amiből még ti talán egyet se láttatok, de arról is lesz videó. Lesz egy ilyen egész történelmi sorozata. A filmkészítői életem, karrierem kezdeteiről lesz ilyen történelmi sorozat, amit fogok itt csinálni ezen a csatornán, és abba beletartozik Szegezdi Szabolcs is. Talán egymásnak a kreatív videókészítős életében mind a ketten beletartozunk egy kicsit, de mondom, erről majd bővebben egy másik szituációban, más videófajtában. Csak mert itt nem akarom ellőni ezeket a jó kis sztorikat. De igen, egyik legjobb barátom, és ő mondta, hogy szerintem mindenképpen kezdjek el videókat csinálni itt YouTube-on erről az amerikai életről és az amerikai életemről. Szóval ő volt az, aki noszogatott, tologatott, hogy csináld már. Szerintem egyrészt lenne rá mindenképpen érdekeltség, nézettség, és lehetne belőle pénz. És lám 100%-ig igaza volt. Mindegy, őt viszont ajánlanám, mert autóápolás téren profi. Zsolt Német, 6645. Ádám, azt megkérdezhetem, hogy mennyi a napi munkaórák száma, és mennyi napot dolgoztok hetente? Hetente 5 napot szoktak átlagban dolgozni az emberek, 8 órákat. Richard Várkonyi, 5232. Szia Ádám, tudnál ebben segíteni, hogy kezdésként melyik videószerkesztő és vágó programot ajánlanád? Köszönöm. Én azt ajánlom, hogy tedd azt, amit én tettem a Photoshoppal, Adobe Photoshoppal, hogy a kezembe került 11 éves koromban, és nagyon nagy volt a kihívás, mert nagyon összetett egy program, de tutoriálokon keresztül mindenféle dolgot kipróbáltam, és előbb-utóbb marasokat tanultam belőle, most meg már nagyon-nagyon-nagyon értek a Photoshophoz, tudom, ez képszerkesztő, fotószerkesztő, és ez miatt ajánlanám azt, hogy a Premiere-t, Adobe Premiere-t ajánlanám. Vagy a Final Cut. De a Final Cut-ot én nem használom, én a Premiere-t szeretem, ahhoz szoktam hozzá, én azt ajánlanám. Van temérdeknyi mennyiségű tutoriál a neten, szóval én ezt ajánlanám. Tutoriálokon keresztül gyakoroljad szét magadat, és nagyon bele fogsz jönni. De ja, én nem nagyon hiszek abba, hogy ez ilyen programoknál ilyen kezdőprogram kéne, mert csak időpazarlás azt így külön megtanulni, aztán utána meg megint újra kezdeni a tanulást egy újabb programban, egy profi, erősebb programban. Kezd az erős programmal, tanuld meg az alapokat, és akkor azt a nagyon fejlett programot tudod ilyen kezdőprogram formájában használni. Ezt tudom ajánlani. Aztán, hogyha tovább akarsz fejlődni, akkor már megvannak az alapok azzal a programmal. Sokkal könnyebb. Gyurma 53.3. Mennyi idő alatt tanultál meg... Majdnem azt mondtam, hogy magyarul. Mennyi idő alatt tanultál meg angolul? Szerintem fél év alatt, 10 éves koromban fél év alatt belém ivódott. Nem nagyon kellett erőfeszítést tennem, mert a gyerek fej olyan, hogy magába iszik mindent. Szóval magába szív mindent. Szóval így belém ivódott. Aztán persze az ilyen fejlettebb szavakat, nagyobb szavakat idővel megtanultam, ahogy használva volt körülöttem, és ahogy felém is használták, meg ahogy én próbáltam kifejezni magamat, néha segítettek, meg volt, hogy megnéztem szótárba, de használat és kontextus, környezet, ez mind megtanított engem egy év alatt, mondhatnám. De segített az, hogy 10 éves voltam. Kristóf Hasújó, WN4EG. Szia Ádám, drónozásról fog készülni videó, hogy Amerikában milyen engedélyek kellenek? Be kell regisztrálni a drónt? Milyen kategóriák vannak? Kell-e légtérhasználati engedély? Igen, valószínűleg csinálok ilyesmiről majd videót. Ja,
mert ez eléggé amerikai téma olyan értelemben, hogy itt Amerikában sokkal, sokkal nagyobb szabadsággal tud az ember ilyeneket használni, drónozgatni meg ilyenek. Szóval, ja, majd valószínűleg készülni fog erről videó. Solyom Zoltán 4289. Nagyon jó videó. Egy ekkora telek, mert mint ez a nővéreméknél drónozok, amerikai családom nővéreméknél lakás, ilyesmi. Szóval abban a videóban. Nagyon jó videó. Egy ekkora telek, 5 ékör, ha jól emlékszem, az vagy 2 hektár, mennyibe kerül ott? Tudom, sok mindenen múlik az ár, és én egy-egy teljes, nem tudok olvasni, én egy-egy teljesen üres beltelekre és konkrétan ott kérdem. Köszönöm. Itt a telek per ékör teljesen attól függ, hogy milyen minőségű a föld, hol helyezkedik el, domborzat milyen, van-e víztest a telken, vagy nincs. Minden ilyesmitől függ, városban van-e, városon kívül, mezei területen, szóval ettől mind függ. Láttam ilyen teljesen elhagyatott, kinn a francban, a semmi közepén, erdőben, tele fákkal, meg mindennel 10 ékör, volt valami, nem tudom, 13 ezer dollár például. De van olyan, ami nagyon szép helyen van, városhoz közel, de azért nem túl közel, ami ugyanígy lehet 13 ezer dollár, de csak egy ilyen fél ékör. Szóval erre sajnos így könnyen nem lehet válaszolni. De államtól nagyon függ. Nevadában, Arizonában, Kalifornia, Nevada, Arizona, meg Oklahoma talán, Új-Mexikó, talán Texas is. Az ilyen helyeken sokkal olcsóbb tud lenni a telek, mert kevésbé civilizált, ahogy értem, kevesebb a város ott, és egy ilyen, szóval nem az egész államon kevesebb város, csak nagyobbak azok az államok, és több a szabad terület, ahol nagyjából semmi sem történik. És ott eléggé olcsó tud lenni per ékör a terület. Na, én szerintem ennyi lesz ez a videó. Közben a kamera aksia lemerült, de hát nyilvánvalóan itt amúgy is a vége van. Remélem, hogy kielégítő mennyiségű és mélységű kérdésre válaszoltam. Nyilván lesz még ilyen kérdezfelelek fajta videó a jövőben is. Komment szekciót figyelem. Örülök, hogy itt vagytok. Until next time, my friends. Sziasztok!